Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Hozzászokhattunk, hogy jelzős szerkezetekkel ruházzák fel Székesfehérvárt, és ez így is van rendjén. Székesfehérvár a kultúra városa is. Méghozzá ez én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra, és a legfontosabb talán ebben a körben a színjátszás. A Vörösmarty Színház bővekedik kitűnő darabokban, remek színészekben, nagyszerű rendezőkben, így aztán mindenki elégedett lehet, és én azt mondom, hogy jól van úgy, ahogy van, no de, és mindig van valami új. Most pedig új az, hogy a mai vendégem Lőrény Zsuzsa, a stratégiai munkatárs. Ez a jelzőszerkezet egy kicsit új, legalábbis nekünk. Nyilván, hogy egy színház mentén kell, hogy stratégia legyen, viszont egy olyan hölgynek, aki nagyon sokat rendezett, dramaturgként dolgozott, színészként dolgozott, azt hiszem, ez nem új semmiképpen sem. Ismerkedjünk meg ezzel a jelzős szerkezettel, hogy utána azért elinduljunk és bemutassuk Önt. Igen. Hát színész vagyok végzettségem szerint, a Bábesbólyai Egyetemen végeztem színész szakon, és aztán tényleg több területére is elkalandoztam a színháznak. Mit csinál egy stratégiai munkatárs, kérem szépen? Hát a stratégiai munkatársnak most volt egy nagy projektjének a bemutatója, ez volt az Odüsszea című előadás, ahol 13 általános és gimnáziumi iskolának a diákjai játszottak közel 400-an egy előadást, úgyhogy az Odüsszea fel volt osztva a jelenetekre, és akkor minden csoport egy jelenetet mutatott be. És hát ez egy fantasztikus projekt, nagyon-nagyon imádtam, azon kívül, hogy féltem, mert első alkalommal csináltam, mi az, amit nem veszek észre szervezésbe, mi az, ami nem lesz tökéletes. Úgyhogy ez ilyen, átestem a tűzkeresztségem bemutató volt, és nagyon nagy élmény volt tényleg. Tehát az a 400 gyerek a színpadon, amikor megláttam a bemutatón, azt éreztem, hogy számokban tudtam, hogy ennyi lesz, de azért... Ezt csak mosolygós szemmel lehetett nézni, hála Istennek ott voltunk mi magunk is, és én azt gondolom, hogy ez egy remek gondolat volt annak idején. Igen. Hiszen a Tündér honvándorai, a Ludas Matyi, a Toldi, tehát ez egy pazar gondolat, remek megvalósítással. Tehát most már fellélegezhet. Viszont akkor kezdjük az elején, Kolozsvár. Kolozsvár a Bábesbólyain a színészképzés nagyszerű. Ezt onnét is tudom, hogy számtalan barátom él ugye Kolozsváron, és gyakori vendégek voltunk, és most is válaszoltunk Kallós Zoli bácsinál, és akkor a kolozsváriakkal gyakorta találkoztunk válaszúton is, színészpalántákkal. Milyen volt a Bábesbólyain a színészképzés? Mi harmadik évfolyam voltunk az újraindított, amikor újraindították a színészképzést, és hát egy elég hányatott sorsú osztály voltunk tulajdonképpen, de a színház az nagyon nagy hatással volt rám, amikor én oda kerültem Kolozsvára, olyan előadások voltak, mint a kopasz énekesnő, vagy a képmutatók cselszövése. Én emlékszem, hogy az évfolyam vezető tanárunk tiltotta, hogy egyfolytában színházi előadásokat nézzünk, de ha csak nem volt óránk, akkor belógtunk. Gyakorlatilag teljes előadásokat tudtam kívülről, szó szerint, mert annyiszor megnéztem. És én úgy kerültem az egyetemre, hogy a színház az nekem valami olyan csoda volt, egy olyan templom, egy olyan vallás, amit óhatatlanul azóta az idő megrongált, meg láttam már más oldalait is, de akkor ez egy ilyen szentély volt. Igen, ez varázslatos közeg veszi körül az erdélyi magyar színházakat, ezt szintén személyes tapasztalatom, hiszen Csíkszeredára például nagyon sokat járunk a Csiki játékszínbe. Uh-huh. Viszont Temesvár is egy csoda. Temesvárra én úgy végül is harmad év után már elmentem Temesvárra játszani, harmadéves korom után egy Csíki Gergely darabot játszottunk, és abból írtam az államvizsga dolgozatomat is. És hát az akkor egy elég érdekes állapotban volt a Temesvári Színház, mert nagyon kevesen voltunk, egy ilyen fura váltása volt az a Temesvári Színháznak, amit azóta is nagyon szeretek, és visszajárok.
Teszt nevű színházi fesztiváljuk, az egyik legérdekesebb színházi fesztivál, ahol valaha voltam, illetve a legnagyobb színházi élménye is ahhoz oda kötődik. Tehát nagyon szeretem a várost, de nagyon nehéz volt, és nagyon kegyetlen volt az egyetemről nagyon frissen beleesni egy ilyen színházi évadba, alig volt közönség, kevesen voltunk, tehát hogy olyan, hát kézzelfogható lett az, ami addig olyan álom volt, és ebben kellett volna tudni jól mozogni, jól helytállni, megtalálni benne az örömet, a munkát, és hát nagyon tanácstalan voltam, és nagyon kétségbe esett, azt hiszem, abban az első egy-két évben. Viszont az új évezred már Veszprémben találta. Igen. Én azt gondolom, hogy a Petőfi Színház mindig arról volt híres, hogy mer újat tenni, és rendkívül befogadó. Mint a otthonról hazajött, ha úgy tetszik, és számtalan remek szerep bizonyítja, méghozzá címszerepek bizonyítják, hogy jól választott a Petőfi Színházzal, hiszen csak azt mondjuk, hogy az Otello kerestetik, a Dario Fo, a tolvaj, aztán az ellenállhatatlan Elvirája, a Makrancos Gini, ugye, ez Temesvár, ez Temesvár. Illetve ez még Temesvár, Szuzán, tehát már volt Herr. mit hazahoznia, ha úgy tetszik. Mi? Igen. Fontos volt a váltás? Mert egy nagy kihívás független attól, hogy azonos nyelvterületre érkezik. Persze, ez tulajdonképpen nem egy ilyen tudatos döntés volt, tehát én nem éreztem azt soha, hogy én eljöttem Erdélyből, hát egyszerűen férhez jöttem, akkor, amikor Veszprémbe szerződtem, már gyerekünk volt, a férjem színházi zeneszerző volt, és hát lehetetlen volt ezt így két országból irányítani, tehát így jöttem Veszprémbe tulajdonképpen, és ez egy csodás dolog volt, attól függetlenül, hogy a különbözőségei is a Temesvári Színházhoz képest, meg a hasonlóságai is, az akadályok, amit már sokkal könnyebben vettem, azt hiszem. Egy fantasztikus társulat volt akkor, nagyon, nagyon szerettük egymást, és nagyon, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. És hát elképesztő hajtás volt, nagyon, nagyon nagy munka, de ez akkor nekem kifejezetten jót tett, ez a leterheltség, az, hogy játszottunk délelőtt egy mesét, és este mondjuk két Herrt musical. Tehát olyan szinten voltunk fizikailag is, agyilag is igénybe véve, hogy ez egy kihívás volt. És ráadásul remek rendezőkkel találkozott. Hát a Ruszt Józsefet említjük, Fünktek Frigyes, Berényi Gábort, én azt gondolom, és remek szerepek itt is. Tehát a Makrancos Hölgytől kezdve, a Komédia Színház, Oedipusz király, ez mind-mind. És akkor már, mikor kezdett el kikacsingatni, mint rendező? Hiszen ez egy nagyon fontos pillanat lehetett. Igen, valószínű, hogy az volt, de tényleg ezen soha nem gondolkoztam el, hogy ez mikor jutott eszembe először. Valahogy annyira a színház nekem annyira mindig arról szólt, hogy azt szeretem a tehát, hogy amikor így mindenki mindenben benne van egy kicsit, mert színészként se tudod azt mondani, hogy jó, bejövök 10-től, amikor hívnak, felmegyek a színpadra, és akkor csak az a dolgom. Akkor is érdekel az előadás egésze, fontos, hogy mindenki és minden jó legyen benne, tehát ez egy ilyen kollektív műfaj, tehát, hogy... Tehát a sok rész találkozott az egésszel? Igen. És nem csak gondolatban, igen, értelemszerűen, hanem igen, a megvalósítás kihívása. Igen. Melyik volt az első rendezésed? A Badzika. A Badzika volt a saját, és az volt a nagyon nehéz benne, hogy a saját darab volt. És bár nagyon sok rendező van, aki a saját szövegét rendezi, Én mindig azt éreztem, hogy ez egy különös nehézség, mert egy idegen darabba beleásni magam, felfejteni a rétegeit,
magamévá tenni, az már egy olyan fázis a rendezésnek, ami mindig nagyon izgatott. Igen, és de az író, rendező. De az, amikor én már végig vajuttam vele az írás fázisát, és utána jövök én, mint rendező, és azt mondom, hogy mit képzelt ez az író, és akkor elkezdem húzni a saját szövegem, meg csapni, vágni. Tehát hogy ez egy ilyen fura. Dramaturg is lesz az ember, igen, fia. Igen. Ez elég veszélyes. Meg a saját magad kritikusa folyamatosan, aha, tehát azért ez elég megterhelő. Tehát ez egy áttörés volt, hiszen utána... Igen, amit nagyon szeretek, az biztos azért, mert színész vagyok, és a rendezésben is elsősorban ez izgatott, a színészekkel való munka. Igen. Az, ami meghatározó, ami fantasztikus, ami megunhatatlan, mert úgy, ahogy nincs két egyforma ember, ugyanúgy nincs két egyforma színész sem, ami azt jelenti, hogy teljesen másképp kell instruálni mindenkit szinte. No, tehát ez a három egységet alkot ezek szerint, a dramaturg, a rendező és a színész. A dramaturg, igen, ugye a piros esernyő. Én ezt írtam fel ide magamnak. Ákos Árpáddal többször dolgoztunk együtt, igen. Mert ez egy fontos pillanat. Igen. Mi az, ami dramaturgként megfog, ami vonz? Hiszen aztán számtalan darab jelzi, hogy ez egy folyamat, tehát nem egy egyszerű. A dramaturg, én úgy szeretek dramaturg lenni, hogy tulajdonképpen egy rendezőnek egy segítőtársa is vagyok. Tehát én dramaturgként, ha tehetem, az összes próbán ott vagyok. Én ott vagyok a rendezőnek két próba közt is, hogy tehát egy olyan ember a dramaturg tulajdonképpen jó esetben, aki hűvösebb fejjel és frissebb szemmel tud ránézni az anyagra, és tudja segíteni a rendezőt, megerősíteni, vagy kérdéseket feltenni, vagy... Tehát egy ilyen segítő szerepe van. Tehát a Mazika volt az első. Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen, ugye? Ilyen alapon. És utána már nem is tágítottál, hiszen utána jött a Sütemények királynője. Tehát a mese azért az nagyon fontos. Az ízig-vérig mai mesék, és azokat úgy elmesélni, úgy közvetíteni, hogy az ne csak a fiatalok, hát először is ragadja meg a fiatalokat nyilván, igen, de azért ez sokkal több annál. Igen. Mesét rendezni ma. Igen, és ráadásul báb előadást is rendeztem, ami egy ilyen Hályok-Kovács történet, mert tulajdonképpen imádom a bábot, de nem tanultam, nekünk az egyetemen akkor még nem tanítottak bábozást, de egy fantasztikus dolognak tartom, és nagyon izgatott mindig a báb mozgatás, a báb életre keltése, az egy olyan csoda, ami felfoghatatlan. Nagyon-nagyon szeretem. És akkor megérkeztünk a Boribonhoz. Boribon. Ugye Marék Veronika, aki azt mondta, hogy Veronika, a te könyveidben az a jó, hogy olyan dolgokról szól, ami fontos. És akkor itt akkor térjünk vissza a mesékre, mert én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felgyorsult világban a mesék nagyon fontosak. Színpadon túl mindig. Igen. Igen, én is azt gondolom, és az Atlantis programban, aminek most az Odüsszea volt a bemutatója, jövőre a Kavicsokból gyémánt egy nevet viseli a program, és abban például magyar népmese fűzért tervezünk bemutatni, ugyanígy a 14 diákcsoporttal, 400 gyerekkel. És én éppen azért találtam ezt ki, mert azt érzem, hogy van egy időszak az ember életében, amikor kiesik a meséből, pedig a meséből nem lehet kinőni, csak kiesni lehet, és jó esetben akkor találkozik vele újra felnőttként, amikor a saját gyerekének mesél. És azt gondolom, hogy ez valami olyan dolog, amivel annyi mindent lehet tanulni a világról, és nem csak gyerekeknek szól, hanem mindenkinek, és azért vagyok kíváncsi is, meg nagyon izgatott ezzel a jövő évi projekttel, hogy gimnazisták, hogy dolgoznak fel népmeséket, mit gondolnak róla, hogy mesélik ezt el. A tapasztalat sokat segít, hiszen még nem beszéltünk a makrancos évszakokról. Az zseniális volt a Pelikánban, mi is láttuk. Az egy áttörés volt szintén, hiszen a Nemes Nagy Ágnes színésképzés hallgatók játszottak ebben a darabban. Igen, az is akkora élmény volt tényleg, azt is háromszor átírtam minimum teljesen, mire a bemutatóra került
a sor, tehát ez amikor a rendező elkezdi a darabot újraírni. De nagyon szerettem a gyerekekkel dolgozni, most nemrég volt a múlt hónapban osztálytalálkozónk, találkoztunk azokkal, akikkel együtt csináltuk ezt az előadást. És hát ebben is a legnagyobb élmény az volt, tényleg velük dolgozni, akik nagyon fiatalok, akik nagyon szeretnének színészek lenni, akik mindent beleadnak, akik ilyen, tehát látni még ezt az őrült szenvedélyt, amikor valakinek nem szakmája, hanem szenvedélye az, hogy ezt csinálja, és mindent kihoz magából, ami lehet. Jó, hogy ezt mondod, hiszen jön a talán a legfontosabb kérdés, hogy ennek tükrében, amit elmondtál, a szenvedélyről, a közelséghez, közelségről, ami a színházat jellemzi, mi a feladata, mi lesz a stratégiát stratégiai munkatársként? Stratégiai munkatársként, most január 1-től vagyok stratégiai munkatárs, úgyhogy eddig az Atlantis programra koncentráltam. Most lesz majd a Művészeti Egyetemek találkozója, annak a szervezésében is részt veszek, meg a koronázási játékokban. Ezek még mind új programok, új tűzkeresztségek, amiken át kell esnem. És persze készülök a jövő évi Atlantis programra. A koronázási játékok az ismerős lehet, hiszen Lelked Jobbik fele, aki sajnos már nem lehet velünk, volt a zeneszerzője az első időkben, méghozzá ragyogó zeneszerzője a koronázási játékoknak. Úgyhogy ez ismerős lesz ez a történet, viszont rendkívüli feladat, én azt gondolom. Igen, igen. Hát én, amikor a férjem írta a zenét a koronázási játékokhoz 3 évben, voltam itt nyáron, és mint egy ilyen turista, csak néztem a próbákat, az előadásokat, meg Fehérvár gyönyörű óvárosát barangoltam be a gyerekekkel. Most pedig munkatársként leszek benne. Izgalmas lesz. Igazából a stratégiai munkatársal én még nem beszélgettem már. Én sem. No, és nem tudom, hogy mit kívánjak. Én azt gondolom, hogy a Vörösmarty Színház jó úton jár, mindenféle értelemben és módon, és azt hiszem, hogy ismerve Szikora János igazgató abszolutizmusát, elvárásait, úgyhogy biztos, hogy jól választott. Úgyhogy jó munkát kívánok neked hozzá. Köszönöm. És természetesen fogunk találkozni. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt szépen voltál. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Új titkárt választottak a Magyar Irodalomtörténészek Társasága Fejér megyei tagozata. A tisztújító közgyűlésen leköszönt titkár helyett Maklári Éva, P. Maklári Éva, Vörösmarty Társaság tagja lett az új titkár. Sebők Melinda irodalomtörténészt választották a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkárának a szervezet tisztújító közgyűlésén. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa, aki ezidáig a társaság Fejér megyei tagozatának titkára volt, a társaság tegnapi ülésen leköszönt posztjáról. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy tavaly 2018. februárjában a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkárává választottak. Ez több mint 100 éves, ez az Irodalomtörténeti Társaság. 1911-ben Horváth János professzor, az Eötvös Kollégium tanára kezdeményezésére alapították, és olyan tagjai lettek ennek a társaságnak, mint Ady Endre, Babits Mihály, Áprili Lajos, vagy az Estlapok szerkesztője Mikes Lajos, de a pesti bölcsészkar akkori professzorai közül tagja volt például Bőti Zsolt, vagy Négyesi László is. Jelenleg ennek a társaságnak körülbelül 600 tagja van, és fontos színterét képezik a társaságnak a tagozatok. Van szépírói tagozata, tanári tagozata, múzeumi tagozata, összehasonlító irodalomtudományi tagozata, és 2018-ban jött létre a fordítástudományi tagozat is. Mindegyik tagozat országos szinten működik, országos tevékenysége van.
2018-tól, az én főtitkári tevékenységemtől is elmondható, hogy folytattuk az eddigi, vagy folytatta a társaság az eddigi hagyományt. Megjelenik minden évben 4 lapszáma az Irodalomismeret című folyóiratnak, ami a társaság irodalomtudományi lapja. Ezen kívül minden évben kiadunk egy tanulmánykötetet. Ebben az évben Mándi Iván életművéről jelent meg egy tanulmánykötet, Bengi László, a volt főtitkár és Vörös István szerkesztésében. Ez a Mándi kötet a Petőfi Irodalmi Múzeumban elhangzott konferencia előadások anyagát tartalmazza. A kiadványainkon túl tudományos konferenciák és tudományos tanácskozások is zajlanak országos szinten. 2018-nak 3 fő eseménye zajlott. Az egyik az a márciusi tanári konferencia volt, ahol kötelezők emelt szinten címmel 10 kredites továbbképzésen vehettek részt a magyar tanárok. Aztán nyáron az összehasonlító irodalomtudományi tagozat egy Cultural Comparative Studies című konferenciát szervezett a Magyar Tudományos Akadémián, ez nemzetközi konferencia volt, majd ősszel, októberben az Eötvös Loránd Tudományegyetem kari tanástermében zajlott a 2 napos Karinthy Frigyes konferencia. Hát ezen kívül fontos szintere a társaságnak természetesen a megyei tagozatokhoz kötődik, és hát a Fejér megyei tagozat az egyik legaktívabban működő tagozata a társaságnak. Immáron Nagy László, Takács Imre, József Attila emlékülésekkel jeleskedhet a megyei tagozat is, és hát természetesen 2019-ben is folytatjuk a konferenciákat a Városháza dísztermében. Bakony István, a 7 esztendeje új alakult megyei szervezet elnöke örömének adott hangot, hogy a társaság az eddigiekhez hasonlóan kiemelt szerepet játszik a magyar irodalom népszerűsítésében, értékeinek megőrzésében és propagálásában. Az a legfontosabb a Magyar Irodalomtudományi Társaság Fejér megyei tagozata életében, hogy szerves egységet képez a társszervekkel. Hiszen nem egy önálló szervezetről van szó, hanem egy országos szervezet megyei tagozatáról, és nagyon fontosnak tartom, hogy például a Vörös Mati Társasággal és más fejérvári, Fejér megyei intézményekkel szoros kapcsolatot ápoljunk. Ez leginkább a évente 2-3-szor megrendezendő emléküléseken látható, ahol nagy-nagy összefogással tudjuk megrendezni azokat a konferenciákat, amelyek a magyar irodalmi jeleseiről szólnak. Most például készülünk a május 16-i Nagy Gáspár emlékülésre, és szeretném hangsúlyozni, hogy a Vörös Mati Társaságon kívül a Szent István Művelődési Ház, a Gorzium Iskola, a Szabad Művelődés Háza és a Vörös Mati Könyvtár segítségre mindig számíthatunk. Nem is lehetne ez másképp, hiszen gyengék lennénk egyedül ahhoz, hogy ezeket a dolgainkat megvalósítsuk, és ezt hangsúlyozom a jövő tekintetében is. Idén még egyébként a Nagy Gáspár emlékülés mellett egy adi konferenciára is készülünk, ez majd ősszel kerül sorra. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy részt veszünk az országos rendezvényeken is, ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen egy országos szervezetről van szó. Az ülésen a társaság Pémaklári Évát, a Vörös Marti Társaság tagját, a kiváló költőt és szépírót választotta a megyei szervezet titkárává. Nagyon jó esett, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hiszen egész életemben az irodalommal foglalkoztam, tagja vagyok az Irodalom Történeti Társaságnak, és nagyon jó érzés, hogy talán effektíve, konkrétan is tehetek valamit azért, hogy a kultúra minél fontosabb szerepet játszon városunkban és az egész megyében is. Ebben én nagyon bízom. A megyei szervezet tagjai az elmúlt időszakban bizonyságát adták, hogy a magyar irodalom iránti alázat az a misszió, amelynek mentén a múlt a jelen értékeit megismertetik, fontos a jövő nemzedék számára is. Folytatódott a Vörös Marti Színházban az irodalmi szalon, a vendég Bobori Zoltán Jósika Miklós díjas költő volt, csodálatos estének lehettek tanúi a nézők. Néha túlélik az álmok a hajnal, fehér csokorra pirosló hajakkal, zengenek csengő szavú éges litániát, s az egymásnak feszülő házak között szembesítenek szállakozva. Bobori Zoltán költő, a Vörös Marti Társaság elnöke, a Vár Irodalmi Folyóirat alapító főszerkesztője volt a Vörös Marti Irodalmi Szalon vendége. A Káron úr kérem felolvasó esten a Jósika Miklós díjas költő az Ima verskönyv című kötetéből hallhattunk válogatást.
A prózai előadás mellett Cserta Gábor Prokultúra Alba Régia díjas zenész megzenésített verseit is meghallgathatták az irodalombarátok. Ez véletlen, hogy a névnapomon elmondhatom itt a, talán azt mondhatom, hogy a legkedvesebb verseimet, de a Káron az nem véletlen, és a cím sem a véletlen. Természetesen az ember még csak távolról hallja ennek a ladiknak a csobogását, de azért az elméjében már benne van, hogy elindult a révész. Reméljük, hogy minél tovább tart az út, amíg engem elér, de bizonyos összefoglalást kellett adni. Hitted, hogy a fölvert por előtt nem dökkút, hanem istállóvár, Jászol és három királyok? A benned teremtett áldozat tövisére miért nem vonítottál te is karban és hadban? És ahogy gyalázattal téptük véres ingedet, bógáncsba, kódistetűbe öltöztettünk, árok szélén harsogó munkadalunkra miért csókoltad meg csendben kezünk? Miért? Szégyenünkben most ordítanánk, nincs hang, mert ránk talál, hogy feltörje fájdalmunk héját. Bobori Zoltán költészete, érzelmi és gondolati szélsőségektől mentes lírája, a keresztény hittel élő közösségi mintát, a család mindenek felettiségét hirdető, mélységesen emberi történeteket tár elénk. Úgy gondolták a barátaim, hogy össze kellene szedni a legkedvesebb verseimet, és nagyon sokat segített nekem, és az elhatározásomban az, hogy a Média Centrum segítségével készült egy kis CD-t, tulajdonképpen magamnak készítettem, hogy megmaradjanak azok a versek, amiket az ember megírt, el is mondott sokszor, de hát jó, hogyha rajta van egy adat hordozón. Szép este volt, mikor téged köszöntöttünk Iszkán. Boldoggá tettél minket ismét, áldjon Isten, Bella István. Mécs bugyrában szavak, gyönyörű este volt, könnyes, téged idéztünk Iszkán, boldoggá tettél minket ismét, áldjon érte Isten, angyal Bella István. Testamen tudott szavaival, ahogy köszöntöttünk Iszkán, úgy hívunk közénk ismét, költő, angyal, odaát őrizünk, Bella István. Bobori Zoltán versei nem templomi imák, de a szeretetről, a megértésről, az egymáshoz való viszonyunkról, a búcsúról, az ő és Isten kapcsolatáról szólnak, és bármilyen gondolat van bennük, mögötte ott van a Teremtő. Jött a színháznak ez a nagyszerű lehetőség, itt ez a kávézó, a Vörösmarty Irodalmi Szalon, és Szikora igazgató úr örömmel ajánlotta föl, hogy ezt itt megcsinálhatom. Nem akarok nagyon elérzékenyülni, de hát ez egy szép pillanat az ember életében. De még egyszer mondom, a legfontosabb és a legelső szándékom az volt, hogy hát persze magamnak is, de a gyermekeimnek, unokáimnak egy ilyen hanghordozón meglegyenek a verseim. Az évben glóriás anyák segítették imáikkal esti, reszketve kisóhajtott vágyainkat, add meg végre, Urunk. A már ködrő leményekben az őseink szikla hite virágokkal borította utunkat a végtelenbe. Köszönjük, Urunk. Mert az már csak úgy van, hogy nekünk hétköznapiaknak szükségünk van a hangadókra, hogy értsünk, lássunk, ismerjünk, úgy, olyan másként, ahogy és amit ők értenek, látnak, ismernek. A Vörösmarty Szalon bensőséges hangulatú estjén ismét bebizonyosodott, Bobori Zoltánban bízhatunk, ő ilyen hangadó. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!